Sziasztok, ebben a mai videóban ma reagálok egy videóra, meg amit én csináltam, még a másik csatornámra, azt fogom most bemutatni. Vágjunk is bele. És sziasztok srácok! A mai frissítés volt az utolsó frissítés ebben a seasonben, szóval igazából a season 1-jel végeztünk is, két hét múlva, március 8-án pedig indul is a season 2. A mai frissítésbe inkább csak a fesztiválba, a Legóba és a Racingbe jöttek újdonságok, de azért érdekes dolgokat tettek be azért a Battle Royale-ba is, illetve érkeztek új skinek is. Ami a legtöbb... Az én videóm csak... Én most nem akartam ezt újban megcsinálni, úgyhogy ezért gondoltam, hogy most felveszem máséból, de majd akarok én is saját magamat ilyet csinálni. Több dolgot kapta a Fortnite Fesztivál második szezonja, ahol most már Weekendet lecserélték Lady Gaga-ra, és mától elérhető a Fesztivál Pass új passe is, és igazából, hogy megtaláljátok Lady Gaga-t, új emotokat, meg minden egyéb mást is. A Pass-en kívül érdemes betekinteni az item shopba is, ugyanis oda is bekerült egy másik fajta Lady Gaga skin, másik emote, jöttek Lady Gaga zenék is, ha bármit vásároltok, akkor... Használjátok a Ghost 4 Rider kódot, nagyon szépen köszönöm a támogatást! És most srácok, nézzük meg az új Killikert skineket! I just wanna be alone.
Nem biztos. Ez itt. Tell me what's the point if I lose myself. Spend a couple days with nobody else. Holding in my breath just to see if I can find you in my dreams. Oh, I'm getting tired of losing faith. Van esély arra, hogy egy újabb ingyenes skin tudjunk behúzni a... Van esély arra, hogy egy újabb ingyenes skin tudjunk behúzni a LEGO Fortnite által, ugyanis ez a Bright Bomber skin elvileg ingyenes lesz, úgy mint ebben a seasonben volt az ingyenes skin pack. Nem biztos, hogy ingyenes lesz, starter packként van bent, viszont nem sima starter packként, hanem LEGO-s verzióként. Megtudtuk azt is, hogy ki lesz a márciusi crew packben, Kitnek a testvére, Missus-nek a másik fia vagy lánya, Cat. Szóval most már van Kit és van Cat is, és Catnek ilyen robotos armorja van, és ő lesz a márciusi crew packben. Járni fog hozzá egy balta csákány, illetve egy backbling. Ha minden igaz, Clara lesz a Season 2-es render starter pack, amihez ugye járni fog 600 V-Bucks, egy ilyen kis egykezes csákány, illetve egy backbling. Season 2-ben megint kapni fogunk egy ilyen Save the World-ös packet, amiben Dr. Winderbot lesz benne, aki elvileg a Dr. Windermannek a robotja, vagy valami ilyesmi, úgyhogy ez elég fontos karakter lehet a Save the World-ben. Térjünk egy kicsikét vissza a Fortnite Fesztiválra. A színpad teljesen megváltozott, úgy látszik, hogy most már minden seasonben más lesz a színpad, és most már a színpad ilyen Lady Gaga-s tüskés lett. A PES-en kívül jöttek új challenge-ek, amivel egy emotot, egy hangszert és egy aurát tudtok feloldani teljesen ingyen. Nem tudom, hogy valaki innen ismeri-e, de a Blink 182 bandától érkezni fognak majd zenék a Fortnite Fesztiválba. Szerencsére az Epic nem feledkezett meg a Rocket Racingről, így egy új játékmód, a Speedrun bekerült. Higgyétek el, hogy itt van, benn van, úgyhogy mehetünk tovább. Amivel ugye saját magunk ellen tudunk versenyezni, és új rekordokat tudunk felállítani. Érdemes kipróbálni ezt a játékmódot, ugyanis itt is fel lehet oldani ingyenes jutalmakat, ilyen különféle színű tréleket. Ezen kívül az item shopba bekerült egy vadonatúj autó is, a Diestro. A Rocket Racing-gel kapcsolatban azt is tudjuk, hogy jelenleg ugye Season 0 van, Season 0, viszont a Season 1 a Rocket Pass-szel majd valamikor március 26-án fog elindulni. Kreatívba is érkezett két új vadonatúj device, az egyik egy ilyen párkány device, amivel szó szerint szegélyeket, párkányokat tudunk lerakni a falra, és igen, itt a videóban fordítva raktam le, azért nem tudtam ráugrani, a lényeg, ilyeneken fel lehet ugrálni. A másik device egy sub-spawner, ugye ez az új autó, ami bekerült Chapter 5 Season 1-jel. Ha esetleg valaki valamiféle maffiás kreatív mapot akar építeni, itt van hozzá az autó. Sok idő után úgy látszik, hogy kreatívba érkezni fognak a Tiri Ninja dolgai, ami azt jelenti, hogy kollabos itemeket fogunk kapni végre valahára, így meg fogjuk kapni a Tiri Ninja Mythic fegyvereket is kreatívba, ami szerintem nagyon is jó. A játék Battle Royale részére konkrétan semmi nem érkezett, nem változott a sziget, nagyon hazudok, mert annyi változott, hogy a Gletscherről a repülő lezuhant, szóval most már a vízben van, ezen kívül semmilyen új fegyver, semmilyen régi item nem jött vissza. Aki ott volt a streamen, azt tudja, hogy a következő season most már tudjuk, hogy 100% egy görög season lesz. Erről majd egy külön videóban akarok beszélni, ugyanis egy nagyon nagy teóriát akarok majd ezzel csinálni, átbeszélni a Season 1-et, és hogy mi várható Season 2-ben. Hát srácok, ennyi lett volna az mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, holnap jövök a nagyon fincs a Season 2-es videóval, azt mindenképp nézzétek meg, mert a Season 2 eddig nagyon-nagyon jónak tűnik. Én viszont srácok, mára ment. Ennyi lett volna ez a kis bemutatás a tegnapi frissítése, ahogy mondta a Ghostly Rider,
hogy várható ma tőlem is, meg tőle is, Season 2-es bemutató. Azt ma még megpróbálom fölvenni, és holnap kirakni. Úgyhogy, de még ebből akarok egy valamit mutatni nektek. Hol van? Ahogy mondtam, hogy van ez a speedrun, én se játszottam még ilyenne, úgyhogy próbáljuk ki együtt. Ez egy kicsit hosszabb videó lesz. Nem baj, nem tudom. Ahogy ő mondta, valamilyen versenyző, és nem értettem. Melyiket nézitek jobban, shorts vagy videó? Szerintem videóba fog kimenni, nem short. Izébe akarom ki... Premierben nem biztos, hogy abba fog. La ruta del río ahora tuvo el inicio de la escasez de agua. Ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és ha még jobban tetszett, na csúri!